Nagyon örültem az előző témának, mert hogy mi a csikló mozgását is tanítjuk, mozgatását, hiszen háromfajta mozgást tudunk a csikló mozgató izommal, de ez inkább csak egy összekötő gondolat kívánt lenni. Most egy nagyon sajátos témát szeretnék bemutatni, nekem meglepetésként csúcsosodott ki az a gondolat, hogy vajon a férfiak hogyan hatnak akár a mi gátmetszésünkre, hogy az legyen, hogyan hatnak az önértékelésünkre, ami a szexualitással összefügg, esetleg a szexualitással összefüggő önértékelésünk hogyan hat a szülési képességünkre, a szülési önbizalmunkra, és utána, ahogy szültünk, az hogyan hat vissza később az ágyban átélt élményeinkre, tehát a viszony önmagunkra. Ugye milyen módon értékelem én magam, mint nőt, és a Gésák titka nevű tréningen, ahol a hüvei orgazmus elsajátítását oktatjuk a nőknek, pontosabban, hogy át tudják élni, és hogy a párjukat fel tudják erre készíteni, és hogy legyen önbizalmuk kiállni saját testük érzékenysége mellett, és megtanulják a testüket egy olyan területen mozgatni hihetetlen akrobatikus ügyességgel, ahova nem illik egyébként figyelni. És akkor egy tanfolyamat befejezett hölgy írta a férfiaknak, ott azt a bordóval írt idézetet tőle emeltem ki. Szóval én azt gondolom, hogy nők, férfiak, családok jobban járunk, hogyha megismerjük ezt a területet, csikló, hüvely, mozgatás, felkészítjük, a mindennapjaink részévé tesszük, és ez nem csak a szexualitásra, hanem az egészségünkre is kihat. Ami miatt ezt a témát választottam, egy egyetemista, Zántó Róbert Szegeden írt egy szakdolgozatot a tréningemen részt vett férfiak felmérése segítségével, vagy hát őket mérte föl, ők potenciazavar, prostata probléma kapcsán érkeztek a tréningre, és ezeknek a férfiaknak az volt a véleményük, hogy mindannyiuknál a férfi, tehát az ő önértékelésük, hogy gondoltak magukra, az javult jelentősen. Ez egy nagyon jelentős, komoly adat. Nőknél egyébként ezt 98%-osan tudtuk felmérni. Kelemen Otília végezte azt a felmérést. Ezt azért mutatom meg, hogy milyen eredményeket értünk el a tréninget végzett nőknél, alaptréninget végzett nőknél, tehát ők nem mentek haladó tréningre, nem Gésa csoportot végeztek. Nagyon komoly változás állt be szexuálisan. Van ott egy adat, hogy a gyakorlók 100%-a érzi hüvelyét feszesebbnek, ami azért nagyon jelentős érzet egy nőnek, és nyilván a párjának is. És rengeteg szexuális funkcióra hatottunk, az orgazmuskészségre, az érzékenységre, az önbizalmunkra, a fájdalommentességre. Itt van egy örömteli szexualitás 100%-ban például, de a hüvelyszárazság 96,6%-ban változott pozitív irányba. Van ott egy olyan valahol, hogy fájdalmas szexuális együttlét 100%-ban csökkent a nőknél, 50%-ban egy 12 órás tanfolyamot követően teljesen megszűnt. Ahol egyébként nem pszichoterápia történik, hanem csak tanulunk magunkról, és tanuljuk elfogadni önmagunkat. Egy trénertanítványom, dr. Kis Miklósné felmérte azt, hogy mennyi intim tünet van egy gátmetszés után, gátmetszés nélkül, és hogy valóban igaz-e, hogy véd bennünket a gátmetszés. Egyértelművé vált, hogy azok a nők, akiknek nem metszették a gátját, sokkal nagyobb bizalommal kezdték a szexuális életet, és sokkal nagyobb örömmel tudták átélni, és jelentős részüknek nem volt szorongásuk a szex megkezdésekor. Ugyanezt a témát választotta Bundi Gerűházi Anna, aki 1941 nőt mért föl, aki most egyébként ott hátul van a kisbabájával, tehát 1941 nőt kérdezett meg a gátmetszése kapcsán átélt élményekről, hogy hogyan értékelték és milyen érzés volt számukra. Ez az első
az alsó sorban alul látható baloldalt, hogy 41% érzékenyebbnek érzi a gátját, ez most nem erotikusan érzékenyebbet jelent, hanem fájóbbnak érzi a gátját, és látható, hogy 33%-ban konkrét problémát jelent a szexualitásban a gátsebb. És hogyha megnézzük jobb oldalt alul az ábrát, ez szerintem egy nagyon, nagyon meghatározó ábra. Látszik pirossal, hogy ezek a szült nők, akiknek metszették a gátját, akik nagy valószínűséggel szerették volna, hogyha gátmetszés nélkül tudnak szülni, azok a nők 11%-ban tanultak valami fajta gát felkészítést, mondjuk a kristallin tintornát. Tehát 11%-ban, mert annyira el vagyunk idegenítve a testünktől, hogyha belegondolunk a saját történetünkbe, hogy mire elkezdtünk erről gondolkodni, és arra gondoltunk, hogy mondjuk várandóság és szülés, akkor a legtöbb nő többnyire átadja az orvos kezébe a gátját. És ez nekem kicsit valahogy olyan, mintha sziklamászásra készülnénk, ami azért nem kis teljesítmény fölmászni egy sziklafalra, és erre az összes felkészülésünk az lenne, hogy keresünk egy jó sportorvost, aki esetleg majd segít a kötélen bennünket biztosítani. Tehát azt gondolom, hogy nekünk nőknek is van lehetőségünk arra, hogy szebbé tegyük a szexuális életünket, a szülésünket, de mindezekből kerekedett ki számomra az, és ez megint a Bundi Gerülházi Annának a egyetemi szakdolgozata szülésznő szakon, hogy ő szerinte evidensen kellene bevinni a klinikumba a módszeremet. 35 éve teljesít, 35 éve nyújt nőknek, férfiaknak egy jobb életminőséget ezen az intim testájon. Na szóval mindezekből kikerekedett számomra az, hogy megnézem, hogy a nőknek milyen történetük van férfiakkal kapcsolatban. Hiszen egy férfi emelhet rajtunk jelentősen, de adott esetben én nagyon sok ilyen történetet hallottam, ami arról szólt, hogy nagyon sok férfi nem a kellő ismerettel rossz önértékelést hozott létre a nőnél, és ebből adódóan a nőnek lett egy rossz létállapota, ugye, ami nagyon jelentős hormonállapotot is jelenthet nálunk, és nagyon sokszor pszichoszomatikus tünetekkel tagadjuk meg a szexualitást, vagy hárítjuk, vagy megyünk bele nagyon rossz érzésekkel, fogadjuk el a rossz állapotunkat. 8 mély interjút készítettem. Az első hallgatónak az édesapja lehetséges, hogy a pelenkázás környékén vagy furcsa gondolattal, vagy furcsa viselkedéssel, de hatást hagyott nála vissza, aminek valószínűleg hosszú távú következménye is lehetett akár, hiszen többször ez az emlékkép előkerült. Én azt gondolom, hogy a kezdet meghatározza a szexuális életünket, és hát itt most nem csak arról beszélek, hogy amúgy a legtöbben semmi információt nem kapunk róla, tehát nem tanítanak nekem. Egyszer egy diákprogram órára nem engedtek be 27 gyereket, és akkor megkérdeztük a szülőket, hogy miért, és azt mondták a szülők, hogy azért, mert ezek a gyerekek jól neveltek. És én akkor gondoltam arra először, hogy lehet, hogy mi a jól neveltséget összemossuk az alulműveltséggel. Tehát a nem beszélünk róla, az nem azt jelenti, hogy jól neveltek leszünk. Ennek a hölgynek az első szülés előtt nem volt örömmel teli a szexuális élete. Tulajdonképpen azt élte át, hogy az férje örömére használja az ő testét, az ő punciát, de neki egyébként nem sok köze van hozzá, csak kínálja. Majd jött a szülés gátmetszéssel, amihez nem kérték az engedélyét, nem volt róla szó, és ezt azért nagyon sok nő erőszakként éli meg, nem lett belevonva a folyamatba. És ennek következtében döbbenetes, 2-3 év telt el úgy, hogy félt a szexuális élettől, és egy perces, fél perces, 10 másodperces művelet miatt.
Ennek nyilván van egy következménye a szexualitásra. Majd lett egy vetélés, ebből adódóan nagyon komoly krízis a kapcsolatban, és lett egy természetes vetélés, aminél azt tapasztalta meg, hogy olyan bölcsen működött a teste, olyan szépen végigcsinálta az egész folyamatot, most ez engem nagyon meglepett. Senkit nem hallottam még a vetélésről ilyen pozitívan beszélni, hogy elkezdett megtanulni bízni a testében. És ennek következtében volt egy gyönyörű szép szülés, amivel a következőt tapasztalta, hogy ő egy, ez a szülőszobában, hogy ő egy nagyon jó nő, nagyon felemelő az, amit ő végig tudott csinálni. Igaz, megsérült, volt egy horzsolás a hüvelyénél. Ennyi volt az összes. Tudjuk, hogy az milyen gyorsan gyógyul. És ennek következtében most van egy olyan hozzáállása a testéhez, hogy bárkivel szembe kiáll a saját funkciáért, mert az az övé. Szóval nagyon szép fejlődés történet. Bocsánat. Igen. A második hallgatóm 30 éve játssz el az orgazmust az ágyban, együtt vannak még a párjával, soha nem volt jó neki a szex, az volt az érzése, és a mai napig az az érzése, hogy a párja, amikor vele szexel, olyan, mintha egy kutyát simogatna. Ezt is már tanulta, hogy a nő igényli a simogatást, és akkor egy kicsit megsimogatja. Most ennek nyilván van egy következménye, ez a nem jól működök, nem vagyok ügyes, nem vagyok elég jó, én ezt nem tudom. Nem tudom, az a testrészem ott nem működik jól, majd kismama lett, szülni ment, ugye ugyanaz a testrész, mi a viszonyom hozzá, és az lett az eredménye, hogy császárral szült. Ennek ugye megint lehet egy eredménye, tudjuk, hogy ennek azért nagyon fontos létjogosultsága van bizonyos helyzetekben. Ő azt élte meg, hogy nem tudott szülni, és emiatt szomorú és csalódott volt, nagyon nagy szégyent élt meg, és most 30 év után ugyanabban a rossz kapcsolatban arra vágyik, hogy hát, ha még valaki jön, egyszer valaha, és neki még jó lehet, egyszer az ágyban, és majd valaki szeretettel fog hozzáérni. A harmadik kliensem 15 évesen a párjával úgy költözött össze, hogy a szomszédban laktak a szülei. Abszolút szülői kontroll alatt szexuális életet élt egy jelentősen idősebb férfival, aki tulajdonképpen megerőszakolta, de akkor nem gondolt rá, hogy erőszak történt vele. Csak később jött rá, hogy tulajdonképpen ő nem akarta, kifejezte, hogy nem akarja, nem vették tekintetbe, hogy nem akarja, és azért, mert ő nem visított, nem kiabált, azért még erőszak történt. És aztán a férje mellett végül is milyen szexuális életet tudott megélni, férjének nagyon gyors erekciója volt, és hihetetlen gyorsan kielégült. Tehát tulajdonképpen semmi öröme ebből nem származott, kicsit fura a története, ő várandósan megcsalta a férjét, hónapokon keresztül tartó kapcsolata volt, amitől ő szexuálisan éretté vált, és átélte az örömöt. Olyan hihetetlen magabiztosságra tett szert, most ez meglepő, lehet, hogy meghökkentő történet is a számunkra, de ez az ő története, ő döntése. És ő ezek után szült, szeretett volna otthon szülni, ez nem sikerült, be kellett végül is a kórházba menniük. A férje nagyon fáradt volt, és a szülés alatt ő aludt. És mivel szerette volna az együttszülést, ezért hozzábújt. És a szülés alatt olyan érzések törtek rá, hogy órákat sírt. Úgy sírt, hogy ne ébreszte föl a férjét. Szülés után rettenetesen félt, a gátmetszése volt, rettenetesen félt a szülési sebtől. Nagyon megviselte, meg sem merte nézni nagyon sokáig egyébként a gátját. És amikor hetekkel később bent maradt méllepény miatt begörcsölt, akkor mivel a férje megkérte, hogy ne ébreszte föl őt semmi miatt, úgy hívott mentőt, hogy a férjét nem merte fölébreszteni. És utána hosszú éveken keresztül regenerálódott, de szerencsére közben is megcsalta a férjét. És a végén ő is felnövesztette. Most bocsánat, ez biztos meghökkentő, jó? Ezek az ő igazságai, az ő döntései voltak, és annak az lett az eredménye, hogy most azt érzi, most, hogy elvált, most, hogy férhez ment, a szeretőihez, most felnőtt nőnek érzi magát. De hogy gyerekként kezdte ezt a műfajt. Ennek a hallgatónak volt egy nagyon kedves, vicces
első szerelme megtapasztalta a szexuális örömnek különböző módozatait, nagyon szabad volt a szexben, majd egy nagyon kulturált úriemberhez, férhez ment, aki elvárta azt, hogy jól viselkedjen az ágyban. És így lett belőle úrnő az ágyban. Onnantól kezdve teljesen örömtelen volt a szexuális élete, nem merte magát elengedni, bár libidója nagyon nagy volt, öröme nulla. Majd a szülésnél majdnem orgazmust élt át, amikor a mészáját tágították. Ez is nekem egy olyan érdekes élmény, vagy ilyen érdekes történet, hogy na hát, tágították, majd vőlegény varrattal szűkre varták, hogy ugye a vőlegénynek nagyon remek legyen. Tehát ez amikor úgy kicsit így bevarja a szájunkat, csak azért, mert túl sokat beszéltünk, és ezek után azért mondjuk azt örömmel, hogy a. Tehát ez biztos valakinek nagyon jó, neki nem volt jó, óriási fájdalma volt, orvosilag ő is teljesen rendben volt. Majd szexuális élet közben éppen sírógörcsöt kapott, akkor fogant meg, majd hónapokig feküdt, nagyon nagy harag volt benne az egész folyamat miatt, császár lett belőle, megérte gyerekkori szeparációt, altatást, itt most a császár miatt lett megismételve gyerekkori rossz emléke, és ezek után olyan depressziós lett, hogy megromlott a kapcsolata. Majd vetélt. A vetélés alatt jött el, vagy vetélés után jött el hozzám tréningre, akkor az volt az érzés, hogy benne fekszik egy félholt nő. És ahogy a testét elkezdte trenírozni, és az érzéseket, a ráfűzött negatív érzéseket elkezdte lebontani, és rájött a testének a lehetőségeire, azt érezte, hogy benne így kiemelkedett a nő. És ezt követően olyan gyönyörű otthon szülése lett, ami után úgy érzi, ő is elvált egyébként, úgy érzi, hogy megszületett belőle a nő. Ennek a nőnek a vaginizmussal kezdődött a szexualitása, majd a férfi orvos siettette a szülésnél, ami egy nagyon rossz következménnyel járt számára. Nem mert szexelni a szülés után, gátlásos volt, szégyelte magát, elhízottnak érezte magát. Nagyon sok nőre rá is jellemző volt a szégyen a teste miatt, és majd ezek után volt egy vetélése, de a vetélése neki is annyira pozitívan sikerült, hogy elkezdett bízni a testében, hogy végül is, ha a testét hagyják, akkor tudja, azt teszi, ami éppen akkor a dolga. És ebből a vetélésből, attól, hogy elkezdte a testét karbantartani egyébként ott lent is, lett egy olyan szülése, amit éjszakai halmozott orgazmusok, alvás közbeni orgazmusok előztek meg, amitől megint jobban bízott a testében. És otthon szült, istennőnek érezve magát, majd ezek után úgy szexelt, hogy tudta, hogy ő egy istennő, és az ágyba is így bújt be. És most ez történik az életében. Egy ösztönös állapotba érkezett meg, bízik a testében, és tudja, hogy ő egy istennő. Vaginizmusból idejutva. Szerintem csodás. Ennek a hölgynek, ezt néztük az előbb? Igen? Igen, szintén egy istennő. Most nem fogom végmondani. Szégyenből, úgy, hogy inkontinenciája volt az első szülés után, szégyen, attól retteget, hogy kakilni fog a szülésnél. És miközben próbált nyomni, közben próbálta visszatartani, ugyanígy létrejött az istennő az ágyban is, és a szexuális élet során. Na, ennek a nőnek a gátját a férje védte, és most a harmadik szülését szeretném, nem, inkább a negyedik szülését mondanám az időrövidsége miatt. Egy otthon szülés bábánál óriási bizalommal, a bábának magánéleti problémája volt, és rábeszélte két perces fájásoknál, hogy tegye már meg, hogy bemegy inkább a kórházba a gyerekekkel együtt, mert gyerekekkel együtt akartak szülni férjel, és tulajdonképpen, és eközben a bába férje lent várta az autóban a bábát. Tehát ez elképesztő volt. Azt mondta, hogy olyan csalódás lett benne, hogy elment a kedve a szüléstől, miközben ment a kórházba. És most ugyanígy él szexuális életet, azt mondta, hogy úgy kell kicsikarni magából a kedvet, hogy legyen hozzá, de lehet, hogy elválnak.
És igen. Na, még egy tanítványom, aki most csak röviden fogom mondani, nyomták a, például a második szülésnél nyomták a babáját, szintén félt, hogy elengedi magát, és ott lesz a széklet a szülőszobában. Nagyon nehezen gyógyult a gátja. Ez a nő mindent megtett a jó anyaságáért. Neki a legfontosabb az volt, hogy jó családja legyen. Most annyira megviselte a gátját a szülés, hogy a férjének korai magömlése lett, erekciós diszfunkciója lett, és lehet, hogy el fognak válni. A férje most már pornót néz mellette. És ez azért döbbenetes nekem, mert három szülésénél két női szülésznőgyógyász volt jelen. Egyik sem mondta, hogy a gátját készítse, felkészítette volna. Neki a legfontosabb a szép család volt. És ezek után, miután lesüllyedt a méhe, elment egy női nőgyógyászhoz, aki azért, hogy a lesüllyedt méhét rendbe hozza, elektrostimulációt javasolt neki, tehát ez olyan, mintha a vádlinkat úgy akarnánk edzeni, hogy ezt rándítjuk a vádlinkat, de az ugye az egy nagyon részleges és csökevényes mozgás, hiszen a vádlihoz tartozó agykérgi felületet teljesen kihagyjuk belőle, tehát ott lent sem lehet kihagyni az ahhoz tartozó agykérgi felületeket, és ezek után még kocka pesszáriumot javasolt neki egy ilyen 10 cm-es átmérőben, amit a hüvelyébe ez a fiatal nő helyezze föl, miközben már a férje szerint már így is annyira tág, hogy nem érzi. Tehát ez a legnagyobb problémája szexuálisan, hogy a férje elmondta, hogy nem találja a határokat. Na, szóval ezek nagyon megrázó történetek voltak nekem. Férfiakat kérdeztem meg erről, nem fogom végigmondani. A férfiak semmilyen ismeretet nem kaptak arról, hogy hogy lehet egy nőnél hüvelyi orgazmust elérni. De minden férfi nagyon szívesen megtenni, ha tudná, hogy hogyan tegye ezt, hiszen a férfiaknak is sikerélmény. Nagyon érdekes, 35% a partnerétől tanult, hogy hogyan tegye ezt, de most jön egy nagyon durva adat. 35% a nőtől tanulta, de amúgy 80%-ban azt mondják a férfiak, hogy volt dolguk olyan nővel, aki kamuzott nekik. Biztos nem tőlük tanulták meg, hogy szerezzenek örömet egy nőnek. Hát ezt a videót nem fogom lejátszani, de eljátszom egy pillanatát. A kérdés az volt, Géza csoport, haladó férfi tréning. Ott azt tanulják, hogy a nőnek hogy szerezzenek örömet, ők hogy tudják az orgazmus többször megélni magömlést akkor, ha akarják. Tehát nagyon sok mindent magukról, nőkről. És akkor megkérdez, ez a férfi elköltözött a tréninget követően 150 kilométerre, új szakmát választott, alaptréning, 12 óra alaptréning után. Nem tudom, mi történt még bele. Csillogó szemekkel elmondja, hogy hú, milyen nagyszerű, és hogy másnak javasolná-e, és akkor azt mondja, hogy ezt mindenkinek. Na szóval ezt most így nem látjuk. Én azt gondolom, hogy boldogabb lenne a világ. Igen, boldogabb lenne a világ. Azt gondolom, hogyha ennek a pici testrésznek nagyobb tisztelete lenne, mi megtanulnánk a testünket értelmezni, megtanulnánk működtetni, megtanulnánk védeni. Egy nőnek egész életében, élete végéig nagyon komoly életminőséget tudna nyújtani, hogyha ezt a testrészünket a neveltetésünk ellenére tudnánk karban tartani. Nyilván más örömöt tudnánk nyújtani a férfiaknak, de én azt gondolom, hogy ha egy öntudatos nő kiáll maga mellett, az nagyon komoly segítség egy férfinak is, és így oda-vissza, szülésre, szexre nagyon komoly hatással tudnánk lenni. És ez azt gondolom, hogy a családoknak az élet örömét egy adalékként nyújthatja. Köszönöm szépen a figyelmet!